Sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk a titkos invázió ötödik részének a kiellemzéséhez. Ez ugye most kivételesen nem szerdán érkezett meg, aminek csupán annyi oka van, hogy nem értem rá. Szerdán jön a hatodik rész, azelőtt pedig mindenképpen el akartam készíteni, úgyhogy most jön egy annyira nem részletes elemzés, de azért nézzük, mi történt az ötödik részben. A negyedik résznek nagyon izgalmas vége lett, ez a rész pedig folytatta azokat a szálakat, és elindította az évad záróhoz vezető út. A rész elején az elnök életért küzdenek, Fury viszi be őt, és minden erejével azon van, hogy rávegy hogy ne indítson támadást, hiszen nem az oroszok voltak, hanem skrullok, akik oroszoknak álcázták magukat. Kiderült az is, hogy a szemtanúk látták taloszt a helyszínen, azaz mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a skrullok is benne vannak az ügybe. Gravikék erre eszelték ki azt, hogy innentől azt fogják mondani, hogy orosz skrullok voltak, olyan skrullok voltak, akik az orosz kormánynak dolgoznak. Gravik már egy picit bevadult ebben a részben érezni rajta is a feszültséget, pegön meg is kérdőjelezi a módszereit, amiért cserébe hát megöli, és innentől kezdve egyfajta rémuralmat vezetett be, és a többi lázadó is figyelmezteti, hogy ez lesz, hogyha valaki ellenszegű. Itt jött el a pillanat, ahol már több Skrull köztük betó sem bizik gravikban, de itt egy nagyon fontos mondat hangzik el. Azért nem öltem meg Furyt, mert a bosszú állók DNS-ei nála vannak, és az kell neki, de mivel nincs meg, ezért képtelen volt olyan hősök képességeit lemásolni, mint például Groot, de neki a bosszú állóké kell, erre később majd visszatérünk. Gravik Rodit sem kiméli, ki hogy a parancsból, hogy menjen el az elnökhöz, és mondja meg neki, hogy az orosz krullok -ok voltak, és támadást kell indítania, és még új Skrulos helyzetét is felfedi neki. Rodi kételkedik Gravik szavába, de képtelen megtenni, mert különben ő is hasonló sorsa fog jutni, mint Pegon. Kórházban Fury azonnal fegyvert fog a Skrull Rodira, aki elmondja neki, hogy másodperceken belül ki fog szivárogni az a felvétel, ahol látszólag megölte Maria Hilt, hogy ezáltal még jobban Furyt keresék a hatóságok. Eddig is ő volt a legkeresettebb ember a Földön, ezután még jobban azzá vált. Utána szonját láthatjuk, aki ebben a részben valami elképesztő volt. Hát fogalmazunk úgy, hogy megvannak a sajátos kis maga módszerei. Könnyű és laza módszerrel leplezi le a szkrúlokat és tud a super scroll kísérletről is és a helyszínt szeretnék kideríteni mindeközben a lázadó szkrúlok megpróbálják megpucsolni Gravikot, megpróbálják őt megölni, aki bevadul és mindegyikkel könnyen végez, köztük Betóval is, hogy ezután mi fog történni így a scrollok közt, az érdekes. Ö, szinte biztos vagyok benne, hogy ezután ketté fognak szakadni, egyre többen fognak rájönni arra, hogy hát Gravik eléggé kegyetlen módszert választott. Gaia és Fury találkoznak, ahol hát gaia lelki lelkiismeret furdalása van Talos halála miatt, Fury pedig méltóképpen emlékszik meg barátjáról, ahol elmondja Gaianak, hogy milyen hősies tettei is voltak az életében. Gaia még hogy a Gravik tervét is, aki ezután egyből levágja, hogy Gravik fog a pontosan mire is fáj. Furinak van az összes bosszúállóról DNS képe, vagy pontosan nem tudom, a vérükből van. Valahol így az endgame környékén szerezte meg, legalábbis a directen ezt lehetett olvasni. Azaz, Gravik célja végig az volt, hogy a bosszúállók DNS-eit ellopja és hogy az ő képességeit tudják elsajátítani az emberei, azaz fel tudják venni majd a bosszúállók alakjait, ugye ez van a képregényekben is, szóval elég egyértelmű, hogy hova építkezünk, de erről csináltam is egy videót az első vagy a második rész után. Eljel találkozik Pirszillával, és ott temeti el az apját Talos, de előtte azért történik köztük egy kisebb szóváltás. Eközben Rodi találkozik az elnökkel, aki már mondhatjuk, hogy jól van, megmutatja neki a bizonyítékokat, és arra biztatja, hogy ne várjon tovább, azonnal indítsák meg a támadást. Az elnök eleinte azért vonakodik ettől, de Rodi végül meggyőzi őt, és nagyon közel kerülünk a harmadik világháborúhoz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül el fog indulni a támadás, vagy nem, de erre majd még mindjárt visszatérünk. Ugyanis Gravig felhívja Fülyi-t és felajánlja neki, hogy amennyiben megkapja a bosszúállók DNS-eit, akkor nem fog elindulni a támadás. Utána láthatjuk Talosz temetését, és tartanak egy ilyen scroll szertartást, és hát elmondja a lány, hogy mennyire bánja azt, hogyan az apjával beszélt, és ahogyan elvált tőle. Majd Pircilla elmeséli neki, hogy építették fel az életüket Fürival, és hát támadás éri a házat, de Gaia és Pircilla viszonylag könnyen elrendezi őket, amin azért én így meglepődtem, hogy oké, okay, érdekes, hogy Gájának még csak a képességeit se kellett használnia, hogy lenyomja ezeket a katonákat. Meg Szonya elmegy Daltonék házába, hogy egy picit jobban kivizsgálja, hogy mit is akar, pontosan ez a Super Scroll program, ahol hát látszólag körbekerítik, azonban ezt is nagyon lazán, tök jó fejen kezeli, és kiszed minden információt, amit akar, és könnyen meg is ebből a helyzetből. Finországban Fury azt a technikát alkalmazza, legutóbb Natas alkalmazott a télkatonájában, itt találkozik Szonyával, Pirsi közben elviszi Gáját egy helyre, hogy pontosan hova és hogy miért, azt majd csak szerdán fogjuk megtudni. Kiderül, amiközben a sírhoz mennek, hogy Szonya nem is tudta, hogy Rudy Skrull, ezért adott neki bizonyítékokat a Skrull bázisról, és hát itt Fury elmondja, hogy igen, neki vannak DNS-ei a bosszú állókról, és hogy Gravik ezt jól tudja, és ezt akarja. Mondom, ezek már ilyen kikacsintások a képregényes invázióhoz, szóval valami felé nagyon Tartunk. Itt megtudjuk, hogy Fury nak nem kevés hamis sírja van így világszerte. Szonya megpróbálja megkérdezni Furyt, hogy eddig miért nem hívta, vagy most miért nem hívja a bosszúállókat, de még mindig egyedül akarja ezt megoldani. Fury előveszi azt a kis DNS mintát, és hát, hogy most tényleg oda fogja adni, azt nem tudjuk. Szonyának sem mond semmi konkrét dolgot, szóval majd a következő részben megtudjuk. Tehát így elég jól felvezették a záró részt. És most már több okból is biztos, hogy a velek a titkos invázió után fog játszódni, ugyanis ez az egyik legnagyobb kérdés kérdés, hogy akkor most utána-e vagy előtte. A Directen jelent meg, miszerint szerint a Marvelek 5 MCU projektnek lesz egyfajta folytatása, és köztük volt a titkos invázió is. Plusz Fury azért már egyre jobban hasonlít arra a kinézetére, amiben a Marvelek előzetesében szerepelt, szóval most már biztos, hogy utána fog játszódni. Viszont szóval az, hogy maga a titkos invázió történet itt nem lesz lezárva, az 100% maximum annyit tudok én elképzelni, hogy Gravikot eltakarítják az útból, és látszólag megoldódik a probléma, de lehet, hogy Graviknak vannak olyan titkos társai, akik Valóban hozzá fognak jutni a DNS-hez, és be fognak épülni. És úgy tűnik majd, hogy megoldódott a scroll probléma, és egyszer csak majd előjönnek, és kiderül, hogy mégsem. Pontosan ugyanezt történt a képregényekben is. És a második rész után készítettem egy videót, miszerint úgy lesz vége a hatodik résznek, hogy Gravik megszerzik Carol képességeit, és elmegy a Földről, és hogy ezután mi lesz, az nem lesz letisztázva, majd egyszer csak folytatják ezt a szálat. Ez is lehetséges, de én sokkal elképzelhetőbbnek tartom, hogy gravikot eltüntetik, és majd valamikor újra folytatni fogják ezt az egész krullos témát, de egy időre jegelik, bár a marvel -ek az valamilyen formában folytatni fogja. Komment bírjátok le, hogy ti mit gondoltok erről, és hogy ti mit vártok a záró résztől. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, további szép napot, sziasztok!